A jeles eseményen közreműködött Józsa Eleonóra és Szűcs Gellért. Várpalota gazdag történelmi, kulturális örökséget őriz és ápol, de aktív művészeti tevékenysége sem elhanyagolható, mondta el köszöntő beszédében Talabér Márta polgármester. Várpalotán évtizedek óta folyamatosan virul a képzőművészet. Mindig akadtak olyanok, akik érreálltak, csoportot szerveztek, tanítottak, kiállításokat rendeztek, képzőművészeti gyűjteményt alapítottak. Móroc Miklós, Nagy Gyula, Lendvai József, Szelestei László, Újhelyi Gábor, Koncz József, Tencer Károly lelkes működése nélkül alig ha beszélhetnénk városunkban képzőművészeti hagyományról. A műhely a legendás hírű bányász képzőművész körből nőtt ki. Szinte törvényszerű volt, hogy az elődök gazdag hagyományai nyomán az együttes alkotás és a bemutatkozás élményének igénye a 80-as évek vége felé életre hívta ezt a közösséget. A palotai alkotók körének, azaz a PAK-nak a létezése és működése alakulásától kezdve a Nagy Gyula galériához kötődik. Tagjait a képzőművészet szeretete és művelése köti össze függetlenül attól, hogy Várpalotán, a kistérségben, vagy azon túl élnek és alkotnak. A rendszeresen ismétlődő kollektív kiállítások, valamint a tagok egymás iránt figyelme és szimpátiája a legfőbb összetartó erő. Emellett az új nemzedékből jelentkező köre az, amely mindinkább biztosítja az utánpótlást a ma már palotai alkotók köre néven tevékenykedő közösségben. A 25. jubileumi tárlaton 31 alkotó, összesen 62 műve látható egy hónapon át. Talabér Márta a PAK jubileumi tárlatának köszöntő beszédét John Ruskin esztéta gondolataival zárta. A képzőművészetben az ember keze, elméje és szíve együtt alkot. A művészet ereje csodálatos, és ami ilyen alkotó közösségek léteznek, mint a 400-an működő palotai alkotók köre, addig nincs sok ez a kiállítás, ez a szellemi közösség és teremtő, alkotó szellemi műhely a város múltjához, jelenleni alkjához méltóan, a kultúrát megtartó környezeti formája, amely közösségi,